Szervusztok! A saját mérkőzések után gondoltam, hozok nektek végre ismételten profi visszajátszásokat, tehát profi játékosoknak a játékát fogom kommentálni. Itt pedig Stardustot, és ha jól ejtem, akkor Jae Dong-nak a mérkőzését hoztam el ma nektek. A nemrégiben, és július 28-án megrendezésre került DreamHack kupáról. Egy kicsit megváltozott az interfész, mert hát ezt a visszajátszást ugye letöltöttem a gosugamers.com-ról, és úgy tűnik, hogy a DreamHack kupán kicsit megmókolták az interfészt, de amúgy abszolút jól néz ki, tehát itt minden fontosabb információt láthatunk. Tehát itt vannak ugyebár alul a szemben álló felek, a bevételük, illetve a bankjuk, hány supply-t használnak, income tab, tehát hogy mennyi bevételük van percenként, itt van ugye a jól bevált tekerő, hogy itt milyen kameraállásból nézzük, illetve itt a jobb felső sarokban a már jól megismert egyéb nézetek, illetve a térkép felett megírja a térképnek a nevét és hogy mennyi ideje megy a mérkőzés. Na, tehát így néz ki most az interfész. Erre a pár videóra is, legalábbis amíg közvetítem ennek a két profi játékosnak a mérkőzését. Na, tehát a pálya Belsir Vestige, és úgy néz ki, hogy Jae Dong az rögtön egy spawning pool-al indít Protoss ellenfele Stardust ellen, aki pedig már el is kezdte zaklatni szegénykét egy próbbal, és ahogy nézem, lopott is egy minerált, és készült is már egy pylon, úgyhogy hamarosan szerintem jön a Nexus is. Egy korai település lesz. Ó, és itt szegény drónt is feltartja a prób, hogy nehogy hatcherivé tudjon alakulni. Na, de ez nem sikerült sokáig halasztania, úgyhogy bár készül is a második hatchery, közben itt a Forge. Így rögtön a rámpa szélére, úgyhogy itt egy falnak leszünk, fal építésének leszünk nem sokára szemtanúi. Még egyszer hangsúlyozom, hogy profi játékosokról van szó, úgyhogy érdemes nézni, hogy mit és hogy csinálnak, mert el lehet tőlük lesni tippeket, trükköket. Mindeközben elkészült a spawning pool, és két Zerling és egy Queen fog nem sokára kikelni, kikelt a két Zerling. És egy harmadik drón elmegy megalapozni a harmadik bázist. Hogy mindkét játékos próbál egy igen masszív makrójátékra berendezkedni. Stardustnál két gáz, majdnem egyszerre így a játék negyedik percében. És hamarosan készül a Queen. Na, és közben itt a prób megtalálta a készülő új hatcherit, meg is nézzük. Itt látott. Ops, kicsit más most így az irányítás, nem baj. Na igen, ezt látja Stardust. Hát igen, felfedte a harmadik bázist is, de a Zerlingek a próbot lenullázták így visszafelé úton. Na, itt pedig már készül a zelot, itt a munkások, így jelzi is így rögtön az épület felett most így ebbe a módba, hogy mi készül benne. Protoss boszorkány konyhában. Nem sokára kész a harmadik hatchery, négy zerling van úton, és ahogy nézem, az összes, ez a hatchery ide. Igen, az összes hatchery szépen ide küldi a készített egységeket. Közben a Queen már mászik át a harmadik hatcheryhez védelmet, illetve extra lárvákat generálni. Készül a Gateway fejlesztési Stardustnál. És drónolnak igen keményen. Vagy hát gyártják a munkásokat. 33-33 munkás, de mivel a Zerg már három bázison csapatja, ezért kicsivel több bevételre teszed. De hogyha a Protoss kimaxolja a második bázist is, akkor nagyjából ki lesznek egyenlítve egy jó ideig. Na, közben egy kis próbálkozás egy zelottal, de ennyi Zergling ellen ez az egy zelot kevés lesz.
és sajnos a másik Zelot az nem érkezett meg időben. Az Erlingeket viszont még nem gyorsította föl Jadong. De hozzáteszem, hogy mind a kettő koreai játékos, szóval nézzünk csak egy APM-et. Igen, 166 és 200 körül átlagosan az APM, tehát a percenkénti kattintásoknak vagy akcióknak a száma, szóval nem unatkoznak a srácok. Bár azt hozzáteszem, hogy az APM az nem minden, tehát lehet valaki 30-40 APM-mel is nagyon jó eredményes játékos, de viszont akiknek magas az APM, azok általában annyira fel vannak pörögve és olyan gyors a reakció idejük, hogy már csak így poén kedvéért is kattingatnak össze-vissza. Na, egy Overlord közben bekémlel, hogy mi készül a Protoss boszorkány konyhájában, és látja, látni fogja a négy darab Gateway-t, talán még a Twilight Council-t is felfedte, úgyhogy ennek megfelelően tud majd készülni Jadong. Na és elindultak az Erlingek, nem indultak el, illetve az Erlingek még mindig itt vannak. És járőröznek, hogy mire készül a Protoss. Egy Zergling itt maradt, ha esetleg egy harmadik Nexus-szal készülne Stardust. Közben immortálok és fegyverfejlesztés Protoss oldalon. Zerg oldalon pedig mindjárt kész a Zergling gyorsítás, illetve készülnek a rócsok. A rócsoknak ugye gyorsítás. Most már három bázison bányászik Jadong. És itt összeáll hamarosan egy igen masszív Zerg sereg. Úgyhogy ha Stardust nem tud időben beteleportálni Protoss egységeket, akkor itt könnyen lehet, hogy egy igen masszív sereggel találja szemben magát egy-két percen belül. Sőt, megindultak az Zergek és elkészül mindjárt a Zerling gyorsítás is. És szerintem itt egy időzített támadásnak lehetünk mindjárt szemtanúi. Na, itt a Protoss helyőrség, egy immortállal, pár Sentryvel, Zelotokkal és egy Stalkerrel kiegészítve. Hát a Sentrynek hára körbe tudja magát falazni, de ott egy immortált közre fogtak az Erlingek. Nagyon szép force field-ekkel próbálja menteni az immortált, és saját magát is. Nézzétek meg, hogy elbarikádozta magát a Protoss játékos. De még mindig túlerőben vannak az Zergek. Na és egy Mothershipkor nagyon szép hazateleportálás. Mindazonáltal Protoss az így nagyon veszteségeket szenvedett, én úgy érzem. Mindjárt meg is nézzük. Igen, több minerált veszett oda. Ugye az immortálok drága egységek. De a Protoss az ilyen sokkal drágábbak az egységei, de viszont sokkal erősebbek is. Szemben mondjuk a Zerg egységekkel. Közben Jadong már egy újabb bázist sajátít ki magának, ez már a negyedik lesz neki, úgyhogy itt nagyon fel kell köpni a gatyája Stardustnak. Ismét egy nagy Zerg offenzíva, force field-ekkel elzárják a rócsokat, de nagyon sok Zerging átjött így a force field-ek között, és legyengítették a Protoss egységeket. De itt egy nagyon jó kis rámpa védelmet láthattunk, és így visszavonult és vonulót is folyt. Hát igen, a Zerlingek sokan vannak gyorsak, de viszont viszonylag gyengék, úgyhogy a masszív Protoss egységek relatíve könnyűszerrel pengelyenre hányják őket, úgyhogy pszív pengelyenre. És elindult a Protoss csapat a Zerg raj fészkének szíve felé. Vajon felfedezik itt ezt a kis Ninja Expert, korai Ninja Expert, így a játék 12. percénél. Ez be egy újabb rócs helyőrség, de itt nagyon nagy Protoss ellenállással találják szemben magukat. Nagyon szép force field-ekkel elvágja a menekülési utat Stardust, és így a rócsoknak nincs más hátra, mint szembeszállni. Mire készülhet vajon Jadong? Négy bázisok most már kellő gazdasági fölénye kell, hogy legyen, hogy jobban gyártsa az egységeket. Ahogy nézem, mutaliszkeket fog nem sokára látni. És hát azért vannak itt Sentryk meg Stalkerek is. Hú, itt viszont nagyon sok mutaliszk van, kérem szépen. Ha kifókuszálja a légvédelmi egységeket, akkor itt még nagyon komoly bajokat okozhat Stardustnak. Ugye itt pár Sentryről van szó, és közben folyamatosan húzza fel a pylonokat, hogy a Zerg fészek felé nyomuló egységek folyamatos erősítést kapjanak. És
És mindeközben Jadong az útba első pylonokat próbálja szétlőni a mutaliszkekkel. Viszont itt van pár Sentry és Stalker is, úgyhogy nem biztos, hogy ez a mutalisz csapat le tudja verni a fős protos sereget. Na, itt ismét összetűzés, a szervingeket elvágták force fieldekkel, és a mutaliszkek próbálják a földi egységeket, a földi légvédelmi egységeket kifókuszálni. Nagyon sok a mutaliszk, pár Sentry-on beteleportálása itt a pylontól, úgyhogy folyamatosan készülnek az újabb pylonok, és vajon elég mutaliszke van annak, hogy ezt a pár Stalkert lerendezze vajon Jadong. Közben a zelotok előre nyomulnak a bázis felé az immortáloknak a támogatásával. És még mindig van 5-6 darab stalker, és a mutaliszkek visszavonulót fognak, próbálják a zelotokat szétlőni így a levegőből, akik elindultak a zerg bázis szíve felé. Itt a Queen és a munkások is veszélyben vannak a második bázison, a technikai épületekről nem is beszélve. További stalkerek érkeztek, és a mutaliszkek kétségbe esetten próbálják visszaverni a stalkereket. És még 4 stalker, 5 darab mutaliszkel, már csak 4 darab mutaliszkel szemben. A munkások is próbálják a stalkereket legyengíteni. Ajaj, de fogynak a mutaliszkek, és közben a zelotok a főbázisnál a munkásokat zaklatják, akiket evakuál Jadong. A második bázis sem bányászik sajnos. Még újabb mutaliszkek érkeznek, és most már munkásokat hadba szólítva próbálja a stalkereket visszaverni. Hát itt most azon múlik, hogy vajon a stalkereket megfelelően tudja mikrózni, de úgy tűnik, hogy igen. Fogynak a mutaliszkek, fogynak a dolgozók, és a 4 bázis a zerg előny pillanatok alatt szerte foszni, közben itt még a 3. bázis is eltűnt, arra nem is figyeltem. Hát gondolom bázis zelot oda ment aztán, és itt a fő bázis is a végsőket rúgja, úgyhogy úgy tűnik, hogy kicsit elszállította magát Jadong így a korai 4. bázissal, és úgy tűnik, hogy ez lesz a veszte ebben a mérkőzésben. Na, próbálja még a spawning pool-t menteni, de Stardust nyerte ezt a mérkőzést, úgyhogy 1-0 Stardust javára, és hamarosan jövök a következő meccsel is. Vajon sikerül-e Jadongnak egyenlítenie, avagy Stardust nyeri ezt a legjobb a háromból mérkőzést. Maradjatok velem, sziasztok!